A köztársasági ombudsman szerepét korábban Sasa Jankovic töltötte be. Ő azonban úgy döntött, hogy indul az áprilisi köztársasági elnökválasztáson, aminek következményeképpen lemondott az ombudsmani tisztségről. Erre a pozícióra most Zorán Pasalicot javasolja a hatalmi koalíció. Az ellenzék egyes tagjai szerint azonban nem ő a megfelelő személy, hiszen a leendő polgári jogvédő korábban a Crvena Zvezda és a Partizán labdarúgó csapatának igazgatóbizottságának is tagja volt, ami igencsak ellentmondásos. Boško Obradović, a dvédi köztársasági parlamenti frakcióvezetője azonban egyéb pikantériákat is felsorolt az ombudsman jelölttel kapcsolatban. Zoran Pašalić je diplomirao sa 32 godine. Ako je tačno da je studirao 13 godina, to ćete nam vi reći koji ste ga predložili, ne znam zašto krijete ovu važnu informaciju. Ovo je dobra informacija zato što to znači da je on temeljno studirao 13 godina spremajući se za najviše funkcije u ovoj državi. Pravosudni ispit je položio sa 37 godina. Ovo je tek sjajan podatak. Magistrirao je prošle godine sa 58 godina, što znači da poštuje doživotno učenje, a doktorske studije su u toku. A hatalmi koalícióban lévő Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok pártja támogatja Zorán Pašalić jelölését, mivel ez egy fontos lépés az EU felé vezető úton, hangsúlyozta Mira Petrović, a párt köztársasági parlamenti frakció vezetője. Mi, ako želimo da krenemo napred, zaista ako smo se opredelili za put ka Evropskoj uniji, moramo da poštujemo i neka pravila koja ta Evropska unija ima. Znači, moramo da imamo zaista nezavisnog zaštitnika građana, moramo da imamo agenciju protiv korupcije, moramo da imamo fiskalni savjet i moramo da imamo ozbiljan pristup, profesionalni pristup svakog od njih svemu poslu za koji su se na kraju krajeva oni opredelili i prihvatili ih kandidature. A köztársasági képviselőházban az ombudsman mellett a korrupció ellenes ügynökség bizottsági tagjait, illetve a fiskális tanács tagjait is megválasztják.